Azon szerencsés helyzetben voltam, vagy vagyok, hogy ugye a végzettségem az biológia földrajz tanárszak, és az egy igazi terepszak. Mert biológiából is és földrajzból is a látható világ érdekelt. A kirándulások és a tanítás közben is egyre inkább a természet egészeinek összefüggését igyekeztem a diák társadalommal megszerettetni. 2001-ben kezdtem itt természetvédelmi őrként. A Kárpát-medence eleve arról híres, hogy itt különböző éghajlatok találkoztak össze. Na most ez kicsiben a Dunai-Pojn Nemzeti Park igazgatóságra is igaz. Így, hogy a járvány okozta veszélyhelyzet kicsit lecsengőben van, hogy újra szabadon lehet látogatni a komolyabb kiránduló helyeinket is. Az, hogy a magyar tájat megismerjük, a magyar kultúrát, a magyar történelmet, ez mindenféleképp a magyarság tudatnak egy fontos eleme. Ennek része az, hogy megismerjük a magyar természetet is, hiszen ez a természeti környezet az, ami aztán ezt a kultúrát valamilyen szinten fenntartja. Itt nincsenek olyan kihívások, amelyeket nem lehet teljesíteni. Itt Magyarországon bármelyik hegycsúcsot meg lehet mászni egy kis akarással, itt nincs lehetetlen, és ez egy nagyon barátságos, békés környezet, nincsenek olyan veszélyes élőlények itt, amelyektől rettegni kell. A kisgyerekes családoknak például ez egy idilli helyzet, hiszen itt is vannak vizesések, itt is vannak hatalmas, sötét erdőségek. Szétnézünk, eltöltünk több órát, több napot, és akkor rengeteg élménnyel és egy viszonylag veszélymentesen megtett úttal hazaérünk.